most még a Demokratikus Koalíció tagja, Márki József van a telefonnál Ásotthalomról. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Kedvicsokom, jó estét kívánok! Sajnálom, hogy nem tudunk személyesen találkozni, de megoldjuk telefonon keresztül. Ez a távolság miatt van valószínű. Igen, tudom. Na hát, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Torockai László Ásotthalmon önt, és hogyha a társai nevében is tud és akar beszélni, akkor beszélhet többes számban is, de kérdésemben inkább úgy fogalmazok, hogy önt mivel tudta megfogni? Milyen kampányigéretekkel, milyen tervekkel, ami miatt ön Demokratikus Koalíció tagja úgy döntött, hogy Torockait fogja támogatni? Hát ez nagyon egyszerű, mert úgy, tehát a legelejéről szeretném kezdeni a dolgokat, tehát legelőször is saját magam nevébe beszélek, senki más nevébe nem, nem is hatalmaztak föl, meg nem is kértek meg rá, így, hogy ha ezt lehetne, így vegyük figyelembe, és legelőször is az volt a helyzet, hogy itt Ásotthalmon történt egy időközi népszavazás, önkormányzati választás. Na most az előző polgármestert, aki a Fidesznek a jelöltje volt, azt 15 éven keresztül az önkormányzat valamilyen szinten a képviselőtestület támogatta. Az utóbbi időben kialakult egy olyan rendszer, hogy ők nem tudtak együttműködni. Jó, de most beszéljünk Torockai Lászlóról. És, na most ő a Fidesznek a jelöltje volt, ez a Petró Ferenc, na most ő rá én soha nem szavaztam. Életemben egyszer se. Én világéletben baloldali ember voltam, baloldali is maradok. És na akkor most, hogy került a szélső jobbra most támogatásával? Na most indult itt a polgármester választáson több jelölt is. Több jelölt volt, és ők a kampány során visszaléptek. Egyetlen egy maradt, és akkor el kellett, hogy döntsük a jobboldaliak közül, tehát a jobboldali jelöltek közül, hogy melyikre szavazunk. Na most maradjon az, akit leváltott a képviselőtestület, illetve feloszlatta magát, vagy esetleg egy újabb jelöltnek, aki fiatalabb, egészségesebb, markánsabb megjelenésű. Mi az, hogy egészségesebb? Energikusabb. Mi az, hát hogy egészségesebb? Az előző polgármesterünk az már ránézésből is nagyon beteg volt. Mi az, na jó, ez, hogy ránézésre kibeteg, ez akkor inkább mondjuk jó, az, hogy nem hát tartozik ide. De változatlanul, tehát nem értem az érvelését, tehát igazából azt értettem meg abból, amit elmondott, hogy két rossz közül a kisebbik rosszra szavazott, vagy támogatta őt, mert az, hogy kire szavazott végül, én nekem az nincs jogom megkérdezni, az ön szíve joga. A támogatásáról már nyilatkozott. És az alapján, hogy ő fiatalabb, meg egészségesebb, és minden, amit Torockai László eddig csinált, hogy különböző szélsőséges mozgalmaknak az alapítója, vezetője, ez így eltörpült? Mert hogy fiatal és egészséges? Na most én ebben az emberrel már találkoztam nyár óta, azóta itt Ásotthalmon. Van egy vállalkozás, amiben dolgoztunk együtt, én alkalmazottként, ő pedig segítőként. Tehát volt alkalmam személy szerint megismerni. Tudom, hogy ő jobboldali, ő tudja, hogy én baloldali vagyok. Egymást tiszteletbe tartottuk annyiba, hogy a politikai nézetünkről nem beszéltünk. Emberként el tudom fogadni őt, és ismerem, maximálisan oda tette magát a munkájához, és eredményesen. Munka közben ne beszéljenek a politikai hovatartozásról, nem kell az, hogy része legyen. Ahogy mondta. Na de most ő lesz a település polgármestere. Itt azért már nem mellékes, hogy mi a politikai hovatartozása. A település vármegye képviselője, vagy nem országgyűlési képviselő, hanem Ásotthalom polgármestere, és én elsősorban ásotthalmi vagyok, majd utána vagyok baloldali. És gondolja, hogy a polgármester az eszméjét, a gondolatvilágát, az eddigi hovatartozását, a szándékait, amelyekkel megvalósított különböző szervezeteket, élére állt, tagja volt, alapítója volt, azokat most így el fogja felejteni, azok nem fognak megjelenni a politikai, erkölcsi, etikai értékrendje, nem fog megjelenni a polgármesteri munkájában, gondolja? Igen, erre személyesen rá is kérdeztem tőle, mert hogy azért volt alkalmunk beszélgetni. Tehát erre azért rákérdeztem, hogy ha ő lesz itt a polgármester, akkor lesz-e ilyen jobbikos, szélső jobbikos magyar gárdás felvonulás, vagy egyáltalán mire készüljünk. Azt mondja, hogy nem lesz, itt ő Ásotthalom polgármestere és nem politikusa lesz. Amennyiben ő polgármesternek lesz megválasztva, lemond a 64 vármegyei ifjúsági szervezet éléről. És ezt mi van akkor, hogyha a képviselőtestületben mondjuk
valamilyen romákat érintő kérdésről kell majd a közgyűlésnek szavaznia. Ön szerint akkor Torockai László azt fogja mondani, hogy tudok én pártatlanul dönteni, és tudok én pártatlanul ítélkezni ebben az ügyben, mint polgármester? Szerintem tudni fog, mert beszéltünk ilyen dolgokról is, a romákkal kapcsolatos nézeteiről is. És mit mondom? És ő nem a bőre színe alapján, nem a fajtája alapján, hanem az emberi viselkedése alapján tesz különbséget emberek között. Tehát önt meggyőzte tulajdonképpen Torockai Engem László? Engem maximálisan meggyőzött, de rajtam kívül még 800-valahányan szavaztak rá. Tagja voltam egy szavazatszámláló bizottságnak itt Ásotthalban, és tudom a végeredményeket. Egyébként nyilvános, mert a mai újságban benne is volt, hogy a DK-sok 1,5%-kal győzött. Az ásotthalmi DK-sok közül mindenkit meggyőzött? 9-en vannak. Én az ásotthalmi DK-sok nevében nem nyilatkozhatok, nem kértek föl rá, és nem is szándékozok. Önök nem olyan rég novemberben léptek ki az MSZP-ből, és alakították meg ott a helyi DK-t. Akkor most MSZP nem is maradt Ásotthalmon? Tehát mindenki, aki eddig MSZP-s volt... Aha. Tehát igazából... És nem gondolkodtak azon, hogy jó, most MSZP nincs, tehát akkor összefogni nincs kivel, na de mégiscsak akkor itt vagyunk baloldali érzelmű emberek a DK színeiben, hát azért mégse járja, hogy legyen egy szélsőjobbos, meg egy fideszes jelölt, hát akkor baloldali jelöltet is kéne állítani. Ez nem fordult meg a fejükben? Na most, hogyha itt bármelyik jelölt odaírta volna, hogy melyik pártnak a jelöltje, mint ahogy a Torockai is függetlennek írta magát, ugyanúgy a Petro Ferenc is függetlennek írta magát. Az összes képviselőjelölt is független volt. Hát tudjuk mindegyikről, hogy ki hova tartozik. Itt Ásotthalmon nincs jelentősége, hogy valaki jobboldali vagy baloldali. És Ásotthalmon például mit tudnak Torockai Lászlóról? Tudják, 2006-ban mit csinált az MTV székház előtt? Tudják, hogy milyen betyárseregről hallottak? Igen, hallottunk erről is. És nem zavarja önöket? Nem zavar minket. Itt a szavazók 71,5%-át nem zavarja. Az nem zavarja önöket, baloldali érzelmű embereket, hogyha valaki, lehet, hogy most a választás előtt önnek személyesen más mondott, vagy amikor együtt dolgoztak, más mondott, de ha valaki a embertársait bőrszíne, vallása, származása alapján nem csak hogy megkülönbözteti, hanem ellene gyűlölködik, gyűlölködő mondatokat fogalmaz meg, mert azért nem mondjuk, hogy a különböző szélsőséges megmozdulásokon ilyen mondatok nem hangoznak el, de ez nem zavarta Ásotthalmon egyetlen egy baloldali érzelmű embert sem? Nem zavart senkit, mert nem politikusra szavaztunk mi. Ásotthalom polgármesterére szavaztunk. Mit fog csinálni, hogyha kizárják a DK-ból? Hát, hogy mit fogok csinálni, azt igazából nem tudom. Már most a tegnap esti Vadai Ágnessel történt interjú alapján szinte borítékolható, hogy ki leszek zárva. Igazából én azt kértem volna, nem kértem én semmit, azt talán célszerűbbnek tartottam volna a DK részéről, hogyha előtte tájékozódnak az itteni helyzettel. Hát állítólag az etikai bizottság az most tájékozódik. Hát elég kémekésre, előtte már interjúkat adott a Vadai Ágnes és illetve a Dél-Magyarország helyi napilapba is már azt írták, hogy én nekem egy percig sincs helyem tovább a demokratikus koalícióba. Igazából én eddig is baloldali voltam, ezután is baloldali maradok. Hát de most már... Nem leszek a tagja, hát akkor nem leszek. Hát, most hát hogyha az MSZP már most... nincs, a DK-ból kizárják, akkor már nem tudom, hogy még kit választhat. Hát nem igazán akarok senkit választani. A népszavazásnál, amikor az országgyűlési képviselőre, illetve a pártokra szavazunk, akkor tudom, hogy kire fogok szavazni. Baloldali ember voltam, az is maradok. Tehát most ez igazából nem lett volna olyan nagy jelentőségű, olyan nagy horderejű helyzet, hogyha a média ezt ennyire nem kapja föl. Hát, de azon ugye nem csodálkozik, hogy a média ezt felkapta. Az a cég, amit említett, hogy együtt dolgoztak, akkor önnek Torockai László főnöke volt? Nem volt főnök. Azt mondta, hogy segítő. Sőt, még csak munkatársam is, csak olyan... Tehát nincsenek ilyen függelmi viszonyban? Egyáltalán nem vagyunk függelmi viszonyban. Azt mondja még meg nekem, hogy ha a polgármestersége ideje alatt Torockai László eszmevilágából az eddig általa képviselt
eszmékből bármit is, csíráját látja, hogy az mégiscsak megvalósul a hétköznapi életben, a döntéseiben, az érvelésében, akkor mit fog csinálni? Én vagyok ő vele olyan kapcsolatban, hogy meg szoktak kérdezni a véleményemet, mielőtt valamit tesz. De ez a kapcsolat, ez most? Ez a munka kapcsolatunk óta van. Ez mikor datálható? Ez nyár közepe óta. Nyár közepe óta. Kikérdezte a véleményemet több dologról, és annyi a helyzet a többi megkérdezetthez képest, hogy én mindig őszintén elmondtam neki. Én fölvállalom vele a konfliktust is, elmondom neki, hogyha úgy érzem, hogy nincs igaza, de azt mondom, amit gondolok. Nem fogok mellé beszélni, senkinek a kedvéért. Köszönöm szépen, hogy most is elmondta azt, amit gondol. Viszontlátásra, viszonthallásra. Megtiszteltetésnek érzem, viszonthallásra. Köszönöm szépen.